Hát az el kell mondjam, hogy az elmúlt 5-10 évben egyre kevesebb támogatók van. Ugye mi az oka, azt nyilván mindenki sejtheti, nem azért, mert az arcot kevesebben nézik meg, hanem valahogy olyan közéleti hangulat lett, amelyben az önálló gondolkodást, azt kevésbé tudják a cégek támogatni. Ti miért nem döntetek úgy, hogy ez mégis fontos a számotokra? Az arcon van egy olyan összecsengés, összehang, ami tulajdonképpen a világlátásunk, a paradigmáinknak a provokációja. Kibillentse minket, értelmezünk a világunkat, mi a mércét való viszonyunkat, mint közösségi való, de a társadalmi üzleteinket is, az érzékenységünket is, az érzéketlenségünket, az előítéleteinket, minden, ami szép visz, ami összép hoz, és ami egyébként a megoldás része lehet. Tehát, hogy amikor a felelősségről beszélünk, akkor gyakran az a hibákat látjuk ez alatt, ki miben hibás és mi a baj. Mi amikor a felelősségről beszélünk, akkor értelmeszerűen persze, hogy hol vannak ezek a hibák, mik a gyökerei, mert tulajdonképpen a megoldás részeségnek tartjuk magunkat, és ebben érezzük a felelősségünket. És ilyen szempontból az arc, ezzel a szerepével, hogy ilyen komoly tükröt tart, ahogy mondta Krista is, azért ezt mondjuk érzelmet is kibillen bennünket, szembesít minket a nyilvánvaló előítéleteinkkel, ahogy egyik díjazottunk is megtette a saját profiljával. Úgyhogy ez fontos, akármilyen irányban is billent ki, muszáj, hogy mindig újra értelmezünk a valóságokat. Még egy kérdés csak, és aztán beszéljük a díjazottról, hogy mi az a paradigma, ami számotokra igazán fontosabb, vagy mi az, amit szeretnétek megváltoztatni, és mi az, ami összekötitek ilyen értelemben az arccal ebben a paradigmában? Igen, ez a felelősség, meg ez a fajta paradigma váltása a pénz kapcsán, nagyon mondjuk röviden egyszerűen. A pénz olyan erős eszköz, amin keresztül a hatásunk láthatóan válik. Amikor költjük, akkor valaki szponzorálok, valakit támogatunk, lehet ez egy feltét kávé, egy perukírós termelő, vagy éppen egy nagyobb más értéklánc, más szemléletű, más világnézetű és más foglalkoztató kultúráját építjük és támogatjuk, akkor épót veszünk meg és amit megveszünk. És ahogy a bankba tartjuk a pénzünket, érdekes módon az is van a világban, hogy forrás teremt, forrás biztosít arra, hogy fejlődjünk valami. De hogy mi fejlődik ebből, azt a bankot tudja, hogy beleszokunk én is, aki éppen beteszek pénzt a bankba. És ez egy olyan fajta új üzenet, amiben azt gondoljuk, hogy muszáj nem vagyunk, nem tudjuk ezt megcsinálni egyedül külön. Ha az emberek nem állnak bele a felelősségben, nem gondolják ezt komolyabban, hogy a hat és nem szeretnék látni ezt a hatást a bankon keresztül is, akkor ezt mi nem tudjuk megcsinálni egyedül. Úgyhogy fontos ez a fajta szemletváltás a pénzzel való viszonyunkban is. Oké, akkor most szólítom, illetve hát üdvözlöm körünkben Sik Monikát, aki a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége kutyával, a Vakvilágban című alkotással a jelen a ezen a versenyen. Ő képviseli a szervezetet, és a legekről látjuk a